Figyeltem a Sanyi reakcióját, annyira feszültem figyeled, hát még egy képernyőn keresztül is. És ott is azért kapod dicséretet, Zsolt, de most is mondtad, hogy vissza kéne nézni, tehát hogy mindig tanulni lehet ezből. Te már gyereknek is ilyen voltál, mindig tanultál a hibákból, elhitted, amit mondtak edződ. Egyébként pont ez a gondolkodásmód és menet vezetett el arra, hogy most már ez már a harmadik sportág, amit csinálok, ugye, mert a birkózás volt, az ugye... Hát azt gondolom, hogy abban akkor már több nem volt, ugye az érmeim ott vannak, egy pár dolgot elhoztam. Hát úgy lazán. Folyamatosan. De utána átmentem szumozni, ott mindegyiket, tehát minden versenyt nyertem, Európa-bajnokságot, világbajnokságot. Sziasztok! 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 De a kutyával már ismerik egymást, vagy ez most első találkozás? Nem, szerintem érzi az én kutyáimnak az illatát. Persze. És azért, de ugyanilyen kutyuson volt, csak aztán nagy kutyát ráoszítottak. És az meg ezt a szegény meg. Itt a családbarátban szeretnék egy picit lerántani a leplet Sanyiról, vagy megformázni a szobrát, szóval ő milyen sportoló? Milyen sportoló? Mert milyen ember, jó ember, meg vicces ember, meg jó apuka, most már az is látszik. Nekem nem mondták, hogy szépet kell rólad mondanom. Akkor igaz. Én nagyszerű sportoló és eredményes is. Hát három sportágban volt a világ legjobbja. És azt gondolom, hogy mind edzőként is, hiszen rengeteg versenyzője van, több sportágban is indítja őket versenyen. Tehát egy olyan ember, aki lehet simán példakép bármelyik fiatalnak. Én azt gondolom. És ami nekem nagyon szimpatikus benne, hogy kiáll az elvei mellett. Egyébként meg is lehet győzni, hogyha nincs neki igaza, tehát lehet vele beszélni is. Hát a rózsaszín elefántot azt nem szereti, de egyébként egy nagyszerű embernek tartom. Az elveim azért eddig még soha nem vittek jó irányba, de... De például a fiatalokért vagy a tanítványaidért kiállsz, nem? A tanítványok rendkívül fontosak mindkettőtök életében. Persze, vagy ezt az embereimért, a Norbi is ugyanúgy van, a jó edző, a jó nevelő, a csapatát, azt majdnem ugyanúgy tekintem, mint a családját. Az embereimért, ahogy ők értem, én őértük megyek ugyanúgy tűzbe. Ha kell, akkor összeveszek a jó Istennel is. Még akkor is, ha nincs igazunk. Mert az én embereimnek akkor igaza kell, hogy legyen. És melléjük kell, hogy álljak. Tehát ez ilyen. Mostantól apuka közös? És egy apuka fog igen. Már így beszélni. Igen, fiatalok. Most megtanulja, hogy, hát saját gyerekkel hogy mi a más, mi a törődés, persze. Hát, saját gyerekkel ugyan, akkor is mellé állsz, ha nincs igaza, nem? Te meg ne ugass bele, kutya! Összejártok egyébként? Vagy van most közös munkátok? Ő szoktunk, ugye, nagyon úgy volt, hogy lesz, de... De egyébként... Ez jó volt, nem? De nagyon szeretek. Hát volt úgy, hogy jönnek ők hát a sportolóival küzdeni, a közös edzéset, mi is megyünk, de igazából is más életet él meg én is, de versenyeken van, de minden hétvégén találkozunk, akár a birkózáson, akár az MMA versenyeken, grappling versenyeken, tehát nagyon sokat találkozunk. Ugye ezért sokat köszönhetek neki. Pontosan, mivel megyek, sokat találkozunk, ezért mindig köszönhetek ezért. Nem csak ott, hát találkozunk mi egyébként máshol is, tehát a kulturális rendezvényeket. Megmozdulásokat és rendezvényeket természetesen. Norbival nagyon sokszor össze... Kocsmákban kulturális. Igen, könyvtárban nem. Nem, de tényleg szó. Tehát a Norbival nagyon de látod, küzdősport, megjegyeztük őket egy évszázadra, vagy több évszázadra, és humoruk van. Azért nagyon, az igen. Nagyon fontos, hogy legyen. Hát a birkózók amúgy is egyébként különleges emberek ebben a tekintetben. Van egy olyan érdekes furcsa humoruk, amit sokan sértésnek veszem, vagy nem értik, de hát nálunk ez ilyen, hát majdhogy nem sértésnek tűnik, amikor egymással viccelünk egyébként, de tényleg. Ez egy érdekes, mert a birkózók egy különleges de nem, humoruk. Ugye? Egyébként ezt a kegyetlen nagy munkát, amit egy birkózónak el kell végezni, ezt már humor nélkül nem lehet. Így nem van. Lehet. Én egyébként akkor fásultam be, ez a belerukkanás, amit most a Norbi mond. Te, csitumás! Embert forog valakiből, nem érdekes. Az biztos. Na és pont ezt akartam mondani, hogy az életem legrosszabb éve volt a birkozó válogatottban, amikor
a Komáromi Tibi például kitalálta, hogy itt röhögsz, hát nincs röhögés, őzi, csinálni kell, és abban az évben nekem végem volt. De nem csak nekem, az egész csapatnak egyébként, mert hogy megszüntette a humort akkor, a csapatban nem lehetett röhögni, nem lehetett viccelni, na de olyan, és amit a Norbi elmondott, olyan szintű munkát, olyan szintű elvárásoknak nem tudsz megfelelni mosoly és nevetés nélkül. Ha ez nincs, akkor egyszerűen belefásulsz, és beleszakadsz a munkába, és ott vége van. Hát ez egy 350 kiló romantika, meg lelkizés itt velünk szemben. Nagyon szépen köszönjük, szép gondolatok voltak ezek.